Gyönyörű napot kívánok nektek, testvéreim. Kívánnék nektek én szebb napot is, csak az az egy baj van, hogy Ticsikének mindenképpen szebb napja lesz, mint bármelyik őtöknek. Azért mondom ezt, mert a legszebb napja vár rá, ugyanis megismeri ma élete nagy szerelmét, a nagy őt, Szuzikát. Szuzikáról azt kell tudni, hogy ő Klebik Bencének a kiskutyája, és ő már 8 éves, úgyhogy van egy kis korkülönbség kettőjük között, de hát ugye 2022-ben szerintem a korkülönbség az nem egy nagy akadály, ugyanis körülbelül semmi nem akadály ebben az évben, és meg se lepődnék, hogyha most becsapódna egy meteor ide a... De mindegy is, mert szerintem beszéljünk inkább Ticsikéről, mert én nagyon-nagyon izgulok. Természetesen neki is fel kell készülni a randevúra, Ticsikének, illetve Szuzikának is, mert azért szerintem nem egy egyszerű dolog ez, főleg, hogyha az első van, és szerintem amúgy Szuzikának is az első randia lesz. Mindegy, jó apáca szeretett volna lenni akkor ezek szerint, de nem jött neki össze, mert a mai napon Ticsikével találkozni fognak. Hát szia! Mi van, kisfiú? Ticsikének az a helyzet, hogy már el kell kezdeni készülődni. Ugyanis minél hamarabb szépé kell varázsolódni, ugye? Bárta annyira szép, hogy most nem tudom bele mit csinálni. De el kell menni megnyilatkozni, mert ez a bunda ez már elviselhetetlen, úgyhogy igen, szerinte is. Na, úgyhogy menjünk. Nem lesz semmi baj. Ticsike, megmondanád, hogy mi a probléma? De nincsen semmi baj, hát csak szépítkezni megyünk. Hidd el nekem, nagyon jó lesz. Hova megy anya? Úristen, hova megy anya? Odaadlak anyának. Gyere. És akkor majd találkozunk. Pá, pá. Hát ott jön valaki. Hát itt jön ez a szép itt kis úriember. Kutya, hát szia! Itt az úriember. Hát szia kis kutya! És ennek a kutyának a világ legnagyobb öröme az, hogy itthon lehet. Na örülsz, hogy itthon vagy? Most már semmi bajod, mi? Pacsi Kamilla! Csá, hogy vagy? Mi újság van? Jó minden, senki nem érdekel! Tismófé is itt van amúgy. Úgy néz ki, mint egy lány. De várjál, azért szerint komolyan úgy néz ki, mint egy lány. Szerintem először ízelítőnek csináljunk egy olyat, hogy felhívjuk most Bencé FaceTime-on. Most Szuzika és Ticsike látni fogják úgy egymást a kamerán keresztül. Föl megigazítjuk. Na. Na, vigy vissza. Na, haló! Gondolom nem számítottál nagyon a hívásra. Mindketten ugyanabban a pózban. Szia, Szuzika! Szuzika! Feje? Ott a kis kani. Tetszik? Tetszik? Tudja, mi van nézve? Tetszik. Szuzika, elkészült már? Már volt kozmetikusnál minden? Persze volt. Na jó. Volt mindenhol. Körmösnél is volt? Minden. Be van tanítva, egy rossz mozdulat, ugrat, spanokkal szétszedjük a kutcerát. Ja, értem. Szerintem Ticsike, te nem tetszel Szuzikának. Ezt meg kell, hogy mondjam miért? Neked. Hát nem láttad az arcát, hogy nézd, ez így, ez így. Nem, micsoda búgós bodikán. Ó, Zsuzsó, ez az itt nem tudnátok, hogy mit van. Ó, Zsuzsó. Na, itt van a menyasszony. Hát szia, Szuzika! Hát nézd, van! Hát szia, nézd csak! Most adja már át. Hosszú szuvenírbe neked egy ilyet. Fel vagy készül a rendezvúra? Hát legyen. Meg... Ez hülye! Szia! Na várjál, ez nem lesz. Na nézzük! Nem lesz olyan egyszerű történet. Igen. Fogjátok már meg! Visszakény! Nagyon nem akarja! Ott is vagyunk! És? Most megvan! Jaj, de jól nézel ki! Nagyon jól nézel ki! Jaj! Elmegyünk hozzánk, és akkor már leesik róla, és ez már egy utalás, hogy... Miközben Szuzika készül, Ticsikét is elkészítjük, ugye már szépen le lett vágva a szőre, de azért még kicsit simítunk rajta. Először is itt van velem a kis segédem. Sziasztok! Ezzel a... Naturland szulító OCD boricifonofil Naturland borsavval fogjuk megtisztítani a kis szemét. Természetesen, amit engem. De azért nem fogsz így jönni.
Kész. Nagyon jó. A következő dolog, a körmét fogjuk megbeszélni. Gyere, picike, jaj, de okos. Jaj, de okos. Jaj, de okos. Tűri. Ó, nagyon de... szeretném. Ugye? Aha, jól látom? Jól látom? Aha. Egy lábkész. Gyere már vissza. De van még három. Nézd már a tűri. Jaj, de okos, jaj, de szépséges, baba. Vettünk neki egy kis inget. Persze elegásra kell kinézni. Meg van hozzá egy kis... Mi ez a? Csokornyakendő. Ezt látom, tetszik meg. Tessék! Anyukájához. Száraz? Ah, sok látszik belőle. Nem tudom oldalra, csak hátra. Hajrá, tessék. Én jövök. Várjál. Ajaj. Au. Segítsek. Na. Így né. Ez az. Hú, de csinos. Asztal. Gyere, még egy kicsit. Nem már. De ki jött? Jó. Kész! Ú, de csini! Megeszi! Meg fog enni! Ő egy nagyon határozott fiatalember, nem kell tőle tartani, hatalmas jövő vár rá, úgyhogy... Úgyhogy ezzel nincs gond, jó? Szuszka! Szuszka! Ez egy nagyon nagy nap a számodra, büszke vagyok rád. Jó, puszi! Három, kettő, egy. Jó, hát barátkozik. Bukszú adom. Lehofozta. Szuzika menekül. Segíti. Jaj! Így húzik le róla. Le is esett róla. Ez már, oké, ezt már nem szabadna nézünk. Az első csajozásod nagyon besült, hallod? Mert kergeted, érted? Amit kergetsz, az fut előled. Mutatkozz be, barátkozzál. Ez egy házasság kell, hogy legyen ebből. Igen. Na egy csókot, hogy lássunk. Nem fog megtörténni, szerintem. Meg szeretném kérdezni, hogy mit kérnek? Rendben. Hozom a mai specialitást, ami nem más, mint amit még soha nem kóstoltak, és jól életükben nem ettek még, az a kutyatáp. Hallod, neki még most azt se kell. Mi történik itt? Tényleg még nem láttam. Rossz a fűszerezés. Nagyon nem akar lesz az ika. All girls are the same. Jó, akkor ez nem sikerült, akkor kicsit engedjék el magukat, jó? Mindenki elengedheti magát, jó? Mindenki vetkőzhet. Kicsit keverd már alá neki. És latinosban. Kis latinosban. Áldásodom mind a kettőtökre. A látottak alapján teljes mértékben együtt érzek veletek, és együtt leszek veletek, még amíg meg nem haltok. Csókold meg a mennyasszonyt. Aha, nézse. Ott van! Meglett a belső érzelmi kötelék. Megvolt! Ez megvolt hivatalosan is! Éljen a pár! Pocsi! Jó! Just wanna love you, just wanna
without you. You make me smile, what is it?